Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Az irodalom és a zene folyamatos kölcsönhatásban áll egymással, de elválasztható-e egymástól a dalszöveg és a zene? értelmezhetünk -e egy dalszöveget önálló irodalmi műként? És hogyan válhat a popkultúra magas művészetté? Ez itt a kérdés. Kezdjük! Érkezik hozzánk Ákos, aki úgy véli a művészet az emberi problémákról beszél. Amit egyedi érzésként élünk meg, közösségivé válhat optimistán bele a reménytelenségbe. Ezt már nagy felúvaja. És velünk lesz Jávorszki a zenei szakíró, aki szerint bár a többség a popzenét a tömegszórakoztatás részének tekinti, az sokszor legalább olyan mívesen, pontosan és érzékenyen reagál a bennünket körülvevő világra, mint bármilyen más művészeti ág. estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, örülök, hogy itt vagytok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Uh, tulajdonképpen a popkultúráról beszélgetünk, de benne mindig problémákat okoz a popkultúra kifejezés önmagában. Nem nagyon szeretem leválasztani általában a kultúráról. Nem gondolom, hogy kevesebb lenne sok esetben, mint a magas művészet, és uh, nem hiszem, hogy ha a tömegkultúráról beszélünk, akkor valamiféle kötelezően negatív hangot kell hozzárakni. Szerintetek? Kezdjük Ákos vele. Hát biztos van olyan tömegkultúra, ami elé lehet negatív előjelet tenni. Én azért reménykedem abban, hogy ennek a tömegeket érdeklő kreatív műfajnak, amiben én is a ostrobloma most a műfaj ormait, hogy ez is tud azért olyan nyelven megszólalni, vagy olyan in, indítatással ö, pástra lépni, ami aztán nem azt tűzik ki, hogy sokan értsék, az, ha véletlenül sokan értik a műfaj formai sajátosságaiból következően, az éppenséggel jó. Én magam ezt szerint szeretnék... De tömegkultúra, amit csinálsz egyet. Én hát tömegeket érdekel, de ettől nem lesz valami... Egyszer volt egy hajnali beszélgetés még a a Petőfi Rádióban, ami hasonló témában indult, történelmi időben volt ez, ahol Pejtség Péter barátommal a nagyszerű csellistával ültettek össze, Ez hajnali fél három és fél négy között bonyolódott ez az élő beszélgetés, valószínűleg a taxisok nagy örömére, és mert más nem hallgatta, és ugye akkor azt állították szembe, hogy ő a magas művészet képviselője, én meg a tömeg egyelő szehennyi kultúrának a képviselője vagyok. Na most ebből az lett a vagy hát így képzelt a szerkesztő. ebből az lett, hogy nagyon jól szabarátkoztunk, megbeszéltük, hogy ennek a szétválasztásnak nagyjából semmi értelme nincsen, és kis idővel az adás után felkértem egy vonos hangszerelői munkára az Ikon című lemezemben, 1998-ban, és most ő egy olyan mértékben elfoglalt filmzeneszerző, hangszerelő, minden külföldi produkció, vagy külföldi produkciók, amelyek Magyarországra jönnek, ezeknek nagy része vele akar dolgozni, és egy elképesztő figura, akinek most már világszerte ismerik a, a, a nevét. Ö, az én nevemet nem ismerik világszerte, de, de, Magyarországon világhírű vagyok, csak úgy, mint az itt ülő ö, Na, na, te kicsit híresebb vagy, maradjunk ebben jó. Nem meg te hamarabb voltál itt. Mert, tehát én nem, nem, nem tartom értelmét ennek az elválasztásnak. Igen, van olyan ö, kulturális szegmens, amit én sem tartok mondjuk olyas, olyasminek, ami engem megérint, és tömegeket közben érint, de már, de már megtanultam, hogy nem kell kell mindent érteni. Fero? Hát én nagyon örülök, hogy hogy azt mondtad, hogy popkultúra, legalább benne van a kultúra szó, mert annak idején mi könnyű zenészek voltunk. És nem tudom, nekem ők marha nehéz zenének. Igen, ez meg a másik, hogy könnyű és komoly zene. könnyű zene, komoly komoly. Hát jó, de tök, még nem nehéz zenének nevezték, tehát nekem igazából ez nagyon jól esik, hogy, hogy a kultúra része lehetünk egyáltalán, és azért hát ez nagyon, nagyon tiszteletreméltó dolog, mert... Én emlékszem, hogy 1984-85-ben, akkor már nem volt Beatrice, már kezdődött a bikini, és akkor az egyik tanár magyar órán valami bikini szövegemet idézett, és teljesen elájultam, hogy hú, ha minket az egyetemen tanítanak, akkor mi kultúra vagyunk. Béla? Ö, igen, nehéz itt hozzászólni, igen, mert hogy én nem zenész vagyok, nem szerepelek színpadokon, Tehát de tény az, hogy akkor a... mit keresel itt? Ne, nem, hogy már... De azért a ez most a fajta szétválasztás vagy. szerintem egy olyan körülbelül a 60 évektől van. Szerintem. De miért jött ez a szétválasztás? Mert hogy addig volt ugye elitkultúra, volt többek de onnantól kezdve kezdi ezt nagyjából értelmét veszteni. Tehát ahogy szoktuk mondani, a, az elmúlt 70 év kultúrtörténete, az apok kultúra ismerete nélkül szerintem értelmezhetetlen. Kölkészet az, amit, amit csinálnak a fiúk? Bizonyos szempontból igen, meg bizony, ugyanúgy szerintem, ugyanúgy reagál a mindennapokra, ugyanúgy reagál a minket körülvevő világra, csak néha sokkal egyszerűbb eszközökkel. Tehát például mondjuk itt a Feróra visszatérve, mert itt ugye beszéltünk az Ákossal előtte, tehát a, ami a Feró mondjuk a 70-es évek végén képviselt, meg énekelt, azt a rendőrök is értették. Tehát az az a, mert ott az volt a cél, a meghökkentés, és hogy az, az egyszerű, viszonylag egyszerű fogalmazás. Mert azért azokat nem tekinteném verseknek, de közben meg nagyon benne volt az akkor és most. Na de hát miért feltétlenül nem kell versnek lennie egy, egy reaktív szövegnek? Azonban az tegy... még költészet? Hát egyébként megkérdés. és elnézést, hogy beleszólok ebbe. Szóval de a szöveget írni sokkal nehezebb, mint verset. Mert a versenél szabad a kezem. Ha ilyet csinálok, akkor verset, bárminek el tudom nevezni. Ha úgy néz ki, mint egy vers, akkor az vers. A dalnál már ez nincs ott kell írjuk legalább nyolc sort normálisat, és egy meghökkentő referint. Na most a költő nem várja, hogy... Tehát neki nincsenek ilyen kitételei. Ő csak összerakja nagyjából, ha nem stimmel, akkor azért jó, a stimmel, akkor... A rímel, bocsánat, arra gondoltam. Ha rímel, akkor azért jó. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy költeni, költészetet csinálni, és tisztelet a kivételnek, az egyszerűbb, mint dal szöveget írni. Jó, akkor hallgassunk meg egy dalszöveget versformában. Nézzük meg. Amikor nem vagy itt velem, elfog a rettegés. Minden kis zajra felébredek, mert azt hiszem, megjöttél. Te nem érzed? Nem érzed azt a kint, amikor éjjel itt maradsz? A magányról álmodik a remény. Ahogy megjöttél, rögtön ősz lett, majd hirtelen tél. Más lett a föld, más a világ. Havat hord a szél. Azok a boldog, szép napok. Ég veled. Mit szólsz hozzá? Ö... Nem volt egy kicsit hát, kisebb fajta Túl volt ez egy picit karikírozva. De a szöveg majdnem olyan, mint egy vers, azért maradjunk ebben, de így, hogyha egy egy színész adja elő, akkor már majdnem büszkén ülök itt, hogy oda én mit írtam. Hát erre annyira most ne legyünk büszkék szerintem, ez egy nagyon karikírozott előadás volt, Igen. de azért azt le lehet mondani, hogy a, a, vers és a dalszöveg azok, ha nem is édes testvérek, de mondjuk másodunok a testvérek, tehát van a, van kettő között egy határozott viszony, egy, egy, egy kötelék, ugyanakkor úgy is lehet fogalmazni, hogy a Feró mondta, hogy a hogy verset írni egyszerűbb, szerintem nem egyszerűbb, mind a kettőbe bele kell állni, annyiban más formai értelemben, hogy, vagy számomra, legalábbis én így fogom meg, hogy a formailag kötöttebb a dal, ez, ez segít is, meg nehézé is teszi, hogy valahogy úgy épül fel ez a dolog, hogy először is egyszerű szavakkal kell bonyolult emberi problémákról beszélni, ami szerintem egy gyönyörű feladat, én ezt élvezem benne a legjobban, és a refrén, ugye nagyjából a dalformában a refrén ez egy visszatérő elem, valahogy úgy kell megírni a, a verzéket, hogy az újra ismétlődő refrén, ami hasonló vagy azonos szöveggel jön, az egyre többet jelentsen. Ilyen, ráadásul a dalformát sokan választják meg nyilvánosi formának, tehát ebben óriási a verseny, tehát dal, ezért talán nehezebb a, a dal, de ugyanakkor a, a költészet vagy a versnek a szabadságfoka Azért írtam már verset is, és tudom, hogy abban meg az a szabadság még pőrében kitárulkozó őszinteségre kényszerít. Ami a, a dalnak a forma rendje néha eltakar. Tehát őszinte lehetsz, sőt, őszintek is kell lenni a dalodban, és ha nem vagy őszinte, akkor nagyon kilóg alól, sőt, az egész ló kilóg. De, de mégis az, hogy van egy, van egy forma rend, az, az az embernek ad valamilyen védelmet is. A vers meg ilyen védelmet nem kínál, szerintem. És ha a versben egy hamis sor van, vagy egy hamis mondat, akkor az egész épület összeomlik. A dalnál talán ez nem mindig van így. Segít a zene? Hát persze, az egy csomagoló anyag. Na de gondolj bele, hogy, hogy azért tulajdonképpen, ha a költészetnek a, a legősibb formájára akarunk visszamenni, akkor az a dal. Az a, van, az, a, az a, amikor amikor megpróbálja megnyugtatni a gyermekét az anya. A saját Hát vagy a, a vagy a sámán dobol és a közösségnek a, a bűneit, nehézségeit megpróbálja magával magára húzni, egy pontba sűríteni és kidobni a közösségen kívül. Tehát azért ennek a, ennek a műfaj, ez egy közösségi műfaj, vagy a közösség szándékait megjelentő műfajnak kései leszármazottaiként beszélgetünk itt, vagy olyanoknak, akik... Ezt valahogy ezt próbálják Ez Valami érdekes, írni. hogy azt mondod, hogy kései leszármazottai, lesz mert hogyha belegondolsz, akkor, amikor dalt énekelsz a színpadon, akkor hat az érzelmekre, hat az értelemre, egészen atavisztikus dolgokat hozol elő az emberekből. Hát, meg esetben. együtt éneklünk, az a legszebb része. Na hát, akkor, az aztán Amikor adán? egyet gondolunk, ami nem azt jelenti, hogy ugyanolyan módon értjük a világot, az például egy nagyon nagy élmény számomra sokszor volt módon, nagyon szerencsés ember vagyok, sok embernek énekelni, és amikor együtt énekelünk, akkor azt érzékel az ember, hogy talán a dal, ha van ilyen egyáltalán egy dalba szabad ilyennek lenni, hogy mondandó, vagy amit meg akar benne fogalmazni az ember, ami általában nagyon egyéninek tűnik, és akkor egyszer csak közösségivé válik, mert sok emberben személyes, sok, sok emberben személyes úrakat pendít meg valami, amit úgy ez, hogy csak a saját problémádról írtad, és akkor hirtelen kiderül, hogy sok-sok ezer emberre közös ez, és egy, egy koncert helyszínen, amikor együtt énekelünk, akkor az az, az, az az, embernek a benyomása, hogy talán a, 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 vers, vagy a szövegben elrejtett utalásokra, vagy ezek a referenciapontokra más, más módon tudunk reagálni, egyikre tudunk, másikra nem, Egyikem sok rétegű az, ahogy dalhoz viszonyul lehet, de nagyon hasonlókat érzünk és ez fölülír mindent, és engem ezért izgat ez a műfaj, mert ebben tudok mindenről beszélni, ami számomra fontos, a, tudok a, arról, amit én emberi problémaként nevezek meg, a, szerintem ami nem az emberi problémáról beszél, az nem művészet, de hát ez az én nagyon mondjuk kizárólagos megfogalmazásom, vállom, hogy ez egy szélsőséges megfogalmazás, hogy az emberi problémáról érdemes beszélni, antik szerzők is erről beszéltek, mi ugyanezen a nyomon megyünk tovább, lehet, hogy a saját kis lépteinkkel, vagy, vagy csak ránk jellemző módon, vagy kicsiségek, bűnök és hibák is beleférnek, de az emberi problémáról beszélünk. Minden dal vagy a szerelemről szól, vagy az életvégességéről, vagy veszteségről, nagy ritkán öröméről szól, és ez az, ami hirtelen egy, egy, egy koncertszituációban közössé tudja tenni a, azt, ami nagyon egyéninek tűnik, amit úgy vetetté papírra a szobádba, hogy ez, ez nagyon rólam szól, nagyon az én életemről szól, vagy valakiről szól, akiről hallottam, és egyszer csak közössé válik sok-sok ezer emberrel. Azért lehet, mert az emberi problémáról beszélünk, lehetőleg egyszerű szavakkal, mert egy versbe belefér az, hogy tudom én, a ló meghal, a madarak kirepülnek, lehet, hogy egy dalszövegbe is belefér, de... de de egyszerű hát ez szavakkal kell ezt beszélni a Megénekelni. De viszont igen, talán, talán, igen, az egy nehéz feladat lenne. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy egyszerű szavakkal kell beszélni a mi műfajunkban, ha szabad ezt mondani, a nagy emberi problémákról. Jók a magyar dalszövegek? Változó, Vannak jók is, Vannak jók is, ez így van, és mondjuk vannak külföldiek, amiket nagyon szeretünk, de nem értettünk, és az milyen jót tett neki, hogy nem értettük. Tehát például mondjuk a Ledzepelin esetét mond, kellene mondani, amelyiknek hát elég egyszerű szövegei vannak, hogyha azokat magyarul énekelték volna, valószínűleg cikinek hallottuk volna. Azok a trallalás szövegek? Az hát bármilyen, ezek ugye alapvetően blues, meg sok fekete blues van benne, és, és azok ugye elég egyszerűen vannak megfogalmazva az élet megpróbáltatásairól az élet. De ha már a blues említed, milyen érdekes, hogy hogy a, a magyar bluesműfaj azért akár Deák akár Hobónak a, a szövegei azért azok nagyon ott vannak. Igen, az hát, hát, meg ugye az, az is egy kérdés, azt akartam kérdezni közben itt az Ákostól is, hogy amikor egy dalt írsz, akkor előbb van a zene, vagy utána a szöveg, vagy pedig fordítva. Mert van, ahol ugye a szöveg van előbb, arra születnek a zenék, az én alkotói módszerem aztán kevésbé érdekli nézőket, de én ha ez ér. a kérdés elhangzott, akkor én úgy szeretek dolgozni, hogy a, a, a formai részt, tehát a, a zenét kicsiszolom végletekig, uh -huh. és hogyha ez egy kellően jól kialakított forma, akkor ez nem akarom misztifikálni a dolgot, de én így tapasztaltam, hogy ez behívja a neki megfelelő. Tartalmi elemeket. Mm -hmm. Tehát a szöveget szinte Berekkel megszűli a szöveget. ez a zene. Tehát van egy eleve, van egy, egy olyan hangulata, ami, ami vagy mozdít a tavisztikus érzéseket az emberbe, vagy nem. És ha igen, akkor ez behívja a neki megfelelő tartalmat. De például nagyon érdekes, hogy hobót említetted, én ezt szeretnék kapcsolódni, de neki itt kéne ülni egyébként igen. ebben a stúdióban. Ha valaki a költészet és a dalszöveg kapcsolatát mondjuk személyébe megtestesíti, az ő most nem csak arról beszélek, hogy hogy költők műsoraival járja a világot, 77-78 évesen van, nem 200 fellépése van egy évben, és akkor hol Jim morrison személyisíti meg, hol wisocki József Attila műsora is van, 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 a saját életéből, most egy utcazenész műsor Utca csinál. Zenész, igen. Tehát, tehát ő, ő, az, aki talán a leginkább a szívügyének tekinti ezt, és ő tudna a legtöbbet beszélni erről, hogy milyen a, milyen a dalszöveg és a vers kapcsolata, mert az, az ő életművében megtestesül az, ami, amiről ez a műsor szól. Ha csak az, arra néhány sorra gondolok, hogy a bátyám melózott, megunta hamar, elment már, azt sem tudom, véde vagy magyar, évente hazajön, önmagától részek, hazahívta, jött, ó, a családi fészekre, remélem, hogy pontosan idézem, azt arra borul egész este sír, vegyek majd neki kerepesen sírt. Hát most, ahogy kimondtam, érzem, hogy rázaideg, azért, mert ez költészet. Tehát ez, nem, ez egyszerűen nem kérdés. Vagy beszélhetnénk Sztevonovics Dusán fantasztikus mélységű szövegeiről, amelyekben még én, mint egykori versmondó és dalszövegíró, és az ő dalszövegei hatására is a dalszövegírás felé forduló ember, én felfedezem mondjuk Radnóti hatását, hanem ha nem is közvetlenül nyilván erről ő lenne hivatott beszélni. Tehát azért az én korosztályom olyan dalszövegeket hallgatott, amelyek nyilvánvalóan a magyar költészet Befolyása alatt születtek, vagy a magyar költészet hatása tetten érhetők bennük. Természetesen vannak számomra nem értelmezhető, és nagyon gyenge magyar dalszövegek is, de hát nem arról akarunk beszélni ebben a műsorban, hanem arról, ami jó, szép, előrevívő ebben a műfajban, és ami ráadásul ezekre az irodalmi előképekre mutat. Te hogyan alkotsz? Peró, téged először a, a düh, a tapasztalat indít el, és szöveget írsz, és aztán egyszer csak lesz majd hozzá zene is, vagy pedig megfogalmazódik bennetek valamiféle zenei alap, és azután azok az akciók, reakciók, amik a világban és benned játszódnak le, azok, azok szöveggé formálódnak? Hát a legegyszerűbb az, amikor odajön a gitáros, és kitalált valami témát, valami dalszerűt csinál, és akkor az, az nagyon jól mondta az Ákos, hogy akkor az beívja magával a szöveget, tehát hallom, és tudom, hogy miről szól, pedig még nem írtam le egy sort sem, de már tudom, hogy miről szól. Aztán van egy másik kérdés, amikor otthon összeírok, idézelben mondok egy verset, és akkor én megzenésítem, kellő a gitárt, megnézem, hogy hogy is volt az ádúr, hogy is volt a dédúr, az édúr, és abból háromból összerakod és akkor megszületik a dal maga. De Most egyszerűnek hangzik, de én... egyáltalán nem egyszerű. Egyszerűnek hangzik ne, ez a alkotói hát... módszer, de az egyre nem egyszerű a dolog. Hát ennyire nem jó, de, hát, de, 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 de nem is, gondolom, is sokkal bonyolultabb. Az mind. nagyon fontos, hogy, 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 a nóta hívja be a szöveget, mert ha nagyon sokszor hoznak olyan szerzeményeket, mondjuk ezt, ha hallgatom és hogy ezt miért csinálod? Tehát én bennem nem mozgat meg semmit, nem tudom, hogy mi ez. Amit csináltál, hát látom, hogy dolgoztál vele nagyon sokat, iszonyú bonyolult a szerkezete, de, de erre mit írjak? Azt, hogy bonyolult a szerkezete, mert az azt jelenti... Ez jutott eszedbe róla. Igen, az Igen. Jutott, hogy ezt miért csinálod, hagyd a fenébe, ezt de ne, csinált. Magyarul nem kommunikál a, 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 szöveg és a zene egymással. Hát nem, hát nincs is, mire beinduljon nem, nem az, az a folyamat, hogy az, hogy a, hogyha, hogyha egy, 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 egy zene eleve egy atmoszférát teremt, abban sokkal könnyebb elkezdeni gondolkodni. Most nekem annyiban, idézőjelben egyszerűbb a szerepem, hogy nekem is fantasztikus szerzőtársaim vannak, és hoznak nagyon izgalmas dolgokat, de ha mondjuk magamra vagyok utalva a stúdióba, akkor én is, nem mondjuk a világ legnagyobb gitárosa, az biztos, de mondjuk egy, egy dalt szerezni, ahhoz nem kell virtuóznak lenni. Egyszer, az első néhány dalomat emlékszem szegény édesanyám nagyon előrelátó ember volt, és amikor gitárt kértem karácsonyra, akkor megvette a a bolgár kalodaipairi vállalatnak a melléktermék, melléküzemákban készült Orpheus gitárját, a triál a boltban, idősebb nézőink talán furcsa bizsergést éreznek, mikor ezt meghallják, és édesem ugye annyira előrelátó volt, hogy mindjárt egy muszti dobai gitáriskolát is vett mellé. Most én is előrelátó gyerek voltam, ezért én ezt már szeptemberben felfedeztem a ruhásszekrénybe, ahova általában anyám a karácsony ajándékokat dugta, és hát mire a, a karácsonyfa alatt kicsomagoltam meglepett kis diákként a gitárt, addigra én már nem tudom, én egy tucat dalt összekaszaboltam az első néhány lenézett akkordból. Tehát a dalszerzéshez nem kell virtuóz muzsikusnak lenni, elég, hogyha egy-két akkord egymás után fűzve valami hangulatot megteremt, és ez a hangulat, ha jól, jól alakul, akkor ez be tudja hívni a, a szövegeket. Béla kérdésére hosszabb választ, illetve hosszú választ adva, úgyhogy most nem szólok meg, ne arra gondolok. De ugye pont Csokonainál van az, hogy egy csomó versem odaírja, hogy ad notám, melyik notának a dallamára. Tehát nála is a szöveget adott esetben annak a dalnak a, a, a hozza elő. Ez egy érdekes dolog, hogy, hogy nem tud elszakadni egymástól, tulajdonképpen az úgynevezett magas művészet, bár szerintem Csokonai annak idejében a popkultúra része volt, nem tud elszakadni a zenétől. Az mennyit segített Béla, a, ugye te is említetted már a Led Zeppelin, de hát mondhatjuk Pink Floyd, Yes, és lehetne a Beatles, mm -hmm. hogy azok a zenék azok itt voltak, és először csak angol hablagy ment rá, aztán elkezdtek hozzá szövegek születni, magyarul is. Hát ugye azt nem tudtuk, nagyon sokáig komo, angollal énekeltük, ugye tehát, az idősebbek különösen tudják ezt a, ez a angolt, és hát ugye ahogy a Cseh Tamás is énekelt ez a valami I love you szó, tehát hogy azért az ott, ott volt benne az, a, az, a, az, a, az, amit, amit még belegondoltunk, és aztán nem biztos, hogy az volt ott benne, de mi belegondoltuk. És, és azért ezek a fajta zenék, ezek minket legalábbis tínédzserként rettenetesen megmozgattak. Viszont a szövegekben azért a magyar alternatívok, ugye az Ákos ezekről nem beszél, tehát mondjuk akár a, a Müller Péternek, a is beszél, mondhat, mondhat hogy emlegethetnénk ugye a szövegeit, vagy akár a Mennyhát Jenő, ami nekem szerintem sokkal fontosabb. Tehát, hogy azért ezek a sorok, ezek annyira beleégtek a, a vénánkba. Annyira az, az, életünk részévé váltak, de akár a felónak a sora is. Rám a költészet nagyon nagy hatást tett, ma is velem van, versmondó volt a világéletemben, és aztán van olyan intertextualitás, hogy becsúszik egy-egy sor egy-egy dalszövegbe. Tehát Adi Endre kocsi út az éjszakában minden egész eltörött, ez benne van az Érintő című dalszövegemben, nyilván olyan emberekhez szól ez, akik ismerik a verset, vagy akik számára legalább annyira, vagy kev kicsit kevésbé, vagy akár sokkal jobban fontos a magyar költészet, és számukra ez egy mondjuk intellektuális örömöt jelenthet, hogy egy ilyen... Sort Nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert Feró, ott van neked a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra az Ez szóra kozás, sorak, Az egy igen. toposz. Tehát ez klasszikusan, tehát az a, az a létező szocializmusnak, a, 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 a népi demokráciának a jóléti toposza volt, gyakorlatilag ilyen epiteton ornanszként jelent meg mindenütt. Ennek a Ma... szörnyűségeit magában fog. Persze, de gondolj bele, hogy szófog, tehát gyakorlatilag az ősi görög epiteton ornanszokig visszamenően benne volt az emberek életében. Erre nem gondoltál fel róla. Ö, ugyanakkor, ugyanakkor erre, de, nem gondol, erre, még te se gondoltál. Te úgy toltad vele az emberek arcával 8 óra munka, 8 óra pihenést, hogy először mindenki röhögött rajta, mindenki bulizott, és aztán bármire elkezdtek gondolkodni, hogy e, tényleg. Hát, Figyelj, ez a, a világ, járból? Ez a világ egyik a legnagyobb hazugsága, ha már előkerült ez a lakodalmas számom. Megmondom miért. De volt egy, van, most is van egy fiatal színész barátom, aki csak 28 éves, és azt kérdezte tőlem, hogy ez hogy találtad ki? Hát ez óriási. És mondom, hogy én, én nem találtam ki semmit. Az Mennyi vissza 1870, ki? nem tudom mikor, már ez a dal már előfordult, azt hiszem Csikágóban, ahol, Csikágon, ahol egy csomó munkást, Igen. és már ott előkerült ez a dolog. Én nem találtam ki semmit, én csak azt kérdeztem, hogy egyszer megígérte a, a kommunista rendszer, hogy, hogy, hogy meghülyít vele, hogy van ilyen, hát nincs. Hát egyszerűen, hogy jól belegondolsz, akkor ez lehetetlen. Hát te, mint újságíró, vagy te, mint zenész, nem délután kettőig vagy zenész, még negyed háromkori zenész vagy, és eszedbe jut. hajdali negyed három zenész. Hi, egy hibátlan ádúr, akkor azt megfogod. Tehát, hogy ilyen nincs. És ezt a verséget ezt egy évig nem is engedték, hogy, hogy játszok, mert hogy hogy nem viccelünk a kommunista eszmével. Mondta, hogy nem viccelünk, csak számon kérem, hogy ezt értétek, én reggel 6 kettőig akarok zenész lenni, utána akarok szórakozni, és este meg pihenni. Alukálni. Igen, ennyi. De ez különben érdekes dolog, ez, hogy annak idején egy-egy ilyen szó, milyen fontos volt számunkra, hogy a rendszernek úgy odavágjunk egy nagyot. A rendszer néha meg is ijedt egy, egy ilyen szótól, de de mi, mi pedig úgy gondoltuk, hogy most nagyon bátrak voltunk. És ha elővennénk mondjuk ilyen 60-as évek, meg 70-es évekbeli szövegeket, akkor láthatod, hogy, hogy ebben semmi bátorság. Abban a rendszerben bátorság volt hogy ő kimondott egy olyan sort, ami mindenki nézett, hú, ez most megmondta a király, nem leszek, nem leszek. Igen, hú, hát ez most nagyon oda vágott a Kádárnak, az Orbánnak, a hát mindenki. Nem, amerikán is kiölte meg kennedy ez egy dal Nem így. tudja senki. Nem tudja senki. Jézusom, az iszonyú. Miért hagytuk, hogy így legyen ez a sor is? Ez is a maga módján. Igen. Uh, helye van a ennek a fajta popkultúrának az oktatásban, Béla? És azt azért kérdezem, mert ha valami sokat tett az úgynevezett popkultúra emancipációjának, az szerintem Bob Dylannek a az irodalmi Robert nobel 2016-ban. Hát például igen, őt, őt már amerikai egyetemeken, már a 70-es években tanították az ő filozófiáját, az ő dalszövegeit. Igen, csak ez egy nagy nagy misztérium, valaki igen. megszerzi az irodalmi Nobel-díjat, azt nem kaphatja meg akárki. És... Hát ez egy és újszerű meg... dolog volt, ugye, teljesen meg is hökkentette a népeket, meg, meg is osztotta a társadalmat. Bob Dylan is meghökkentette annyira, igen, hogy el sem igen. ment átvenni. Hát <laughs> ő, szeret, ő szeretett ilyen el sem menni, meg meghökkenni, meg egyébként. Például a Dylan is egy rendkívül erős szerző, de fura mód egyébként a legfontosabb dalait azokat általában mások én előadásában váltak igazán a slágerek, tehát akár a Blowing in the wind, tehát az elfújtó, nem, nem, teljesen elfújtó a szél, de majdnem. De akár az All Along the Watchtower, ugye, ami a Jimmy Hendrix előadásában okay, vált. Oké, akkor van hely az oktatásban? Abszolút lenne helye, abszolút a lenne történelmi egyébként... is, mert például ha visszatérve megint a nyolc óra munkához, tehát azért az a, 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 a 80 éveknek egy nagyon, nagyon kemény kritikája volt, tehát a létező szocializmusnak, ahogy Feró is mondta, egy olyan fajta kritikája, amitől nem csak azok hökkentek meg, akit kritizált, hanem azok is, akik, akik ezt... Érezték, hogy hoppá, hát ez mekkora kritika, de azért milyen jó énekelni, milyen jó beletolni az arcába mindenkinek. Igen, tehát ugye ezeknek azért ugyanúgy lenne helyes, sőt, hát ugye a Ferro egy csomó mindenre nem is gondolt akkor, amikor szerintem ezeket előadta. Töltő költő pedig... reggel felébredt részegen, és ezt a jaj, de jót írtam. <laughs> Bocs, de... bocsánat. Nem, semmi, semmi gond. Szóval, hogy, hogy azért ezek a fajta dalszövegek, amik az adott kontextusban is nagyon erősek mondjuk, és akár elég erős társadalmi kritikákat fogalmaznak meg, azért azoknak, hogyha az mondani való, hogy a mondani valója univerzális, akkor az később is ugyanúgy. Tehát egy, egy jó dalszövegben szerintem az itt és most, és ugyanúgy benne kell lennie, mint az univerzalitásnak. Jó, akkor nézzük meg egy, egy érettségi tételt. Majd rólad szólnak a hírek Veled barcán a sajtó Aki a pokolra kíván jutni Annak balra a második ajtó De ha a Szent Péter szigetekre már ne van az útja őknek A országból is, A legjobb szolgáltatás nyújtja Mi a gyárki vagy a mennyekbe Mondd csak, menj ajtó, menjeg, de... Melyik ajtóm menjek be? Melyik ajtóm menjünk be? Tehát ez valóban az a szint, ami az érettségi. Én egyébként olvastam a, a neten, egy diák kért tanácsot, hogy ezt hogyan oldja meg, és leírta, hogy milyen elemezni kellett a dalszöveget? Vagy igen, még? igen. Tehát, hogy milyen elvárások alapján kell elemezni a dalszöveget. Én meg kell mondanom, én, én ö, ö, eredetileg magyar, magyar tanár is vagyok a, a végzettségem alapján. Hát a megfogalmazás alapján az elvárások alapján nem biztos, hogy úgy tudtam volna elemezni, miközben egy hibátlanul elemezhető, és valóban izgalmas. Elemezni Féldoza bármit haszíti. lehet, ez ráadásul egy szellemes dalszöveg. Igen. Hát az, hogy ez az oktatásba bekerüljön, én nem tudom, hogy kicsit úgy érzem, most jönnek a rögeszméim, látszok, nagyon kemény lesz, hogy picit mindig próbáljuk a, a kegyeit keresni az ifjúságnak. Ugye a fiatalok nyelvén beszélni, és aki összeállítja ezeket a feladatsorokat is, ha jól tudom, nekem is került be dalszögem, ö, valamelyik, nem tudom, történelmi, olsok, 80 néve, van, kértek hozzá engedélyt, tudom. Én örülök neki, de ezt nem tartom indokoltnak, maradjunk ennyibe. Tehát valamiért az a, az a törekvés húzódik itt meg a háttérben, hogy a fiatalokat megnyerni a tanulásnak, ugye őket ilyen populáris dolgokkal a, a tanulás felé fordítani, és mindig ez a, a fiatalok nyelvén szólni, ezt olyan gyakran hallom, ettől megőrülök. Én szerintem nincs a fiataloknak nyelve. Egy emberi nyelv van, amit mindannyian érdemes megtanuljunk. Természetesen van egy olyan, én is láttam a gyerekeimén, van egy olyan nyelvezet, van egy olyan ö, ö, szófordulatok, meg ilyen, meg ilyen angol töltelékszavak, meg rövidítésekből, SMS-ekből, vagy ilyen rövidüzenetekből kihámozott olyan szavak, amiket nevetnek a szülők generáción, hogy, hogy mi nem értünk, de ez nem egy külön nyelv, ez nyelvi elemek, ez egy nyelvezet. Nekünk nem a fiatalok nyelvén kell beszélni, hanem az emberi nyelvet kellene megtanulni a fiataloknak, vagy nekünk idősebbeknek, én most már 56 attesztendős lezek idén, megtanítani a fiataloknak, hogy például azért, hogy a színházainkban ne csonkolt nyelven játszák a klasszikusokat, azzal a felkiáltással, hogy hogy hát a szegény fiatalok nem értik a, mondjuk a Szabó Lőrinc fordítást egy Shakespeare-ből, és ezért újra kell fordítani a, az ügyeket. Ez kicsit olyan, mintha a, a túrázó fiataloknak nem erős tüdőt akarnánk adni, hogy menjen fel a csomólunkba tetejére, hanem legyalulnánk, hogy egy kis domb legyen a helyén, és akkor fölmegy, és vagy, hogy, vagy hogy mindenki oklevelet ok kap, aki részt vett a versenyen. Tehát nem a kiváló, vagy a nyertes kapok. Kicsit ez az érzés. De meg. ez a korszellem, Ákos. Hát ez nem tetszik nekem. A dalaim is erről szólnak úgy nagyjából, hogy ez nem lesz nektek jó. Tehát pillanatnyi örömöket lehet átélni, hogy most a én nyelvemen akartak szólni, hogy beletették a tankcsapdát az érettség. Tök jó helyen van egyébként, nagyon szeretem a tankcsapdát, és nagyon szelmes a dalszöveg. És van, aki a miatjánk szövegével esetleg a, ez, ezen a dalon keresztül találkozik először. Igen. Az se baj, legalább találkozik vele. De, de szerintem nem ez kéne legyen a cél, hanem az, hogy az, azt az emberi nyelvet, amin az elejénk is beszéltek, hogy például az által említett csokonait megértse egy, 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 egy ma 16-17 éves srác, ahhoz, ahhoz nagyon, nyilván óriás tanás kellenek hozzá, akik megszerettetik az irodalmat a, 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 azokkal, akik ma 16-17 évesek, akik mi is voltunk egykor, mi egyébként szerettük ezt, és akik majd nagyobb eséllyel veszik észre Ákos vagy Ákos nyomdokai járó ügyesebb szerzőknek a szövegeiben azokat az irodalmi, meg másfajta utalásokat, referenciapontokat, amelyek ott benne van. Leszli Mándoki azt mondta, hogy az, aki, aki Arany János és Radnót Miklós nyelvén nőtt föl, az könnyebben talál, az, talál utat a, költészetet, a költészethez a, a dalszövegben is. Igaz ez? Hát ebbe egyetérthetünk Leslie Bandokival. Akkor még egy dolog, akkor, amikor te lázadtál, Feru? Én nem lázadtam, -es, -es a, rendszer érvény. lázadott ellenem. Igen, tehát amikor ott voltál egy rendszerben, amivel nem feltétlenül értettétek meg egymást, én is abban a korosztályban tartozom, akkor, akkor neked könnyű dolgod volt, vagy nehéz volt ezt, ezt csinálni? Mert nem nagyon jöttek a lemezek, hát Tulajdonképpen... Hívtak, hívtak, de, de mondjuk a, az Uri az nem feltétlenül állt mögöttetek minden esetben. Hát tulajdonképpen a rendszer provokált minket. Tehát mondok egy történetet erre, ugye Kádár János azt mondta, Beáté mi jelenség voltunk, tehát azt nem mondták, hogy ez valami ifjúsági probléma, a Beáté jelenségre azt mondta, hogy ezeket a fiatalokat fel kell hozni az aluljáróból, mondta Kádár János, lehet, hogy nem pont ezekkel a szavakkal, de erről volt szó benne. És, és, még úgy is, na végre, még a nagyfőnök is beszél erről a problémáról, amiről mi itt énekelünk. Majd utána másnap lementek a rendőrök, és gumibotta kiverték a gyerekeket onnan rá egy-két éven belül létrejöttek a lakótelepi galerik. Tehát ez nem oldotta meg magát a problémát. A másik dolog, ami az előzőhez még hozzá kapcsolnék, hogy a szörnyű, amikor elkészül egy dal, amire azt mondom, hogy ez zseniális. Ez nagyon jó, csak ki fogja ezt megérteni? Hát mennyit kéne játszani ezt a rádiókban, hogy hogy valahogy valakinek felgyúl a, az alagút végén egy kis világítás legyen az agyában, hogy megértse, hogy ez most miről szól. És olyankor azt a dalt úgy szoktam, hát félre rakjuk, jó. Én hallgatom, néha meg is hallgatom, és büszke vagyok magamra. Hát ez az életművünk 95%-ával így van. Az így van, igen. És a, ez a... most komolyan mondod? Igen. Ez úgy van. Tehát gyakorlatilag az íróasztal fiúknak dolgozott? Hát én szerencsére nem. Nyilván van, akinek kevésbé szerencsés sors jutott, és nem arénekben játszik, mint én. De hát azért van egy csomó olyan dal, ami, ami nem vagy a szer soha nem tudja az ember, hogy miért. Igen. A szerkezete miatt, vagy a mondandója miatt, vagy... Nem működik. Ami miatt egyszerűen nem, nem működik. Olyan, de az, az ember úgy érzi, mondani, hogy élete legfontosabb dalát írta de meg. És nem akarok senkit megbántani, de erre azt szokták mondani, hogy hát ez azért nem működik, mert nem jó. Hát nem, nem feltétlenül így vannak. Hány olyan ember van, aki a saját kor, korában nem ö, lett sikeres, és aztán, bocsánat, belevágtam. Nem, nem. Egyébként visszatérve még az előző gondolat, mellett szerintem nem feltétlenül csak a fiataloknak az, a, a nyelvezetét akarják megtalálni, hanem egyszerűen klasszizizálódás zajlik. Igen. Tehát, hogy itt eltelnek évtizedek. Hogy bekerül és, a kánonba és... olyasmi, ami nem Igen, volt. Ami ami Igen, ami, addig nem, nem volt. És, és, esetleg akik ezeket választják, vagy összeállítják ezeket a kérdéseket, vagy tételeket, azok lehet, hogy tancsabdán nőttek föl. Igen. lehet, hogy Ákoson nőttek föl, vagy lehet, hogy Ferón föl és ezek beleégtek, mondom, ez a, ez a legjobb szó hogy beleégtek. De az előbb azt mondtad, provokáció volt az, amikor azt mondtam, hogy lehet, hogy azért nem működik, mert nem jó, de te mondtál valamit, Béla? Nem reagál jól, vagy nem lesz nem a Nem sűrűsödik bele, tehát hogy azért a jó dal, az akkor lesz igazán népszerű, hogyha belesűrűsödik az adott pillanatnak a, a mindenet, tehát hogy, hogy, hogy azért tud működni de ettől lesz költészet, mert a költő az, aki érzi uh -huh. a korszakot, tehát azt hiszem történészek szokták azt mondani, hogy hogy szerencsénk van, hiszen mi a, a, az idő távlatából láthatunk rá dolgokra. A költő az abban a pillanatban reagál, amit megélt, amikor uh -huh. van. Tehát az, az Te a... De biztos, tájunk, hogy akkor amit. lesz népszerű. Egyáltalán nem biztos, hogy akkor lesz népszerű, de hát ugyanez a zenében is ugyanez van, tehát hogy a... De akik melletted ülnek népszerűek is, hozhattunk volna hmm. még be még nagyon sok olyan embert, aki jól reflektál, említetted nem e, Mindegyik aki dalá, dalával, tehát itt az Ákos is arról beszél, hogy hogy van olyan dal, meg az a Feró is arról beszélt, hogy vannak dalok, amiket ők nagyon jónak tartanak, de valamiért nem működnek. Hon siklik félre akkor, Ákos? Te mit érzel? Hát én, az igazság az, hogy most éppen egy olyan beszélgetésre, beszélgetésről jövök, ahol egy filmzenére még nem kértek fel, de már kicsit puhatolozunk a rendezővel, és akkor mondta, hogy és akkor, és igazából nem kell vokális zene a filmbe, de a végén ott lenne egy dal, és hát az egy sláger. És mondom, akkor hívjatok valakit, aki tudja, hogy hogy kell sláger írni, én nem tudom, hogy hogy kell. Én soha nem tudom. Amikor már a, a dal olyan állapotban, van, amikor a szövege, hangszerelés és minden formai dolog a helyén van, akkor azért már lehet sejteni, hogy ez nagyobbat fog szólni esetleg, mint a többi, de, de tutira menni soha nem lehet ebben a kérdésben. Vagy én legalábbis nem tudom, hogy hogy kell. Madi nagyszerű gitárosom mondta egyszer egy, egy portréfilmben rólam, hogy hát ő leül, ír valamit, aztán vagy. Vagy megérik, ugye? Vagy kel, kelni kezd a tészta, vagy nem? De, de ná, én nem tudom, hogy hogy kell slágért írni, és addig jó. Tehát én nem, én nem is akarok slágért írni, örülök, ha valamiből sláger lesz, de én, én őszinte szeretnék lenni önmagamhoz, a környezetemhez, a, ahhoz a gesztushoz, hogy ír az ember. Hát ez csak, ez csak őszintén lehet. De nem, ahogy, amikor hamisság van benne, az ilyen bérdaloknál, vagy ilyen versenydaloknál, azt, azt, mindig hallja az ember, nem tudom, nem tudom, hogy sokan hallják-e, vagy, 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 ez nyilván elsősorban ízlés kérdése, de amikor, amikor valami bérmunkába készült, és nem, nem, is magának írja az illető, azok között is vannak nagyon mesterien megírt alapok, de általában azt érzi az ember, hogy ez, ez, most erőszakkal akar a lelkem hárfáján hárfázni, és nem, nem önmagáról beszél, és nem arról a világról beszél, amit ő lát. Eurovíziós effektus? Lehet így is hívni, ugye, tehát ez a, ezek a, tehát az a dal, ami én úgy érzem, ugye mindenki így érzi, hogy a dal, ami hm. megérint, az nagyon őszinte. Hozzám szól, és az, annak a lelkéből És szól, akkor az hírta. működik. És akkor az nekem működik. De Jó, hogy akkor tömegesen mikor kezd működni, nem tudom. Nézzük meg, hogy milyen, amikor működik. Na nézzük. Nem féltük semmitől, bár száz tervünk összedőlt, mi mégis észrevétlenül gyűjtük, hogy arcunkra ránc. ez működik? Feró, működik? Hát eddig működik. Ez működik? Amit Igen, de lehet. amikor fel, feltesztek egy olyan kérdést, újságírók is hogy mondjad már, hogy kell egy jó slágert írni? hát honnan tudjam? Hát ha tudnám, akkor minden reggel írnék de egyetben, ezt. mennék a rádióba, megkérném, hogy akkor adjátok le. De, de nem lehet, az csak... Na de ez az, tehát... Ö... Ákos is azt mondta, hogy nem biztos vagy, nem tudja akkor, amikor hozzákezd, hogy működni fog. Ez működik. Évtizedek óta működik. Mitől működik? hát, Nagyon jó lenne tudni. Azért <laughs> nagyon, nagyon jó lenne tudni. Nagyon óta, Hát nem, azt nem lehet megmondani. De hát ilyet nem tudsz kérni tőle, akkor, akkor holnapra légy szíves hozzá még egy hát, ilyet, mert látod, ez nagyon hogy egyszer fontos. sikerült. Persze. Igen, de ez nagyon fontos egyébként, amit mondod, hogy igen, ha megrendelik, akkor, akkor lesz valami ilyen, hát hogyha jön magától, akkor, 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 meg, működik, és, és Könnyes vagy, csillogó abban, hogy... könnyes vagy csillogó szemmel énekelnek neki. Akkor Béla, te mondd meg, te vagy a zenei szakíró, mitől működik? Nem tudom, működik. Mondja meg a szakíró, igen, 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 igen. mitől működik! <laughs> szóval, hogy igen. Ha valamitől működik, akkor én egy dolgot elmondok. Azért a végén megborzongtam, tehát amikor jött a refrén. Azt mindenki ismeri, ezt a szöveget. Ez azt jelenti, hogy neked működik. A kér, és az, hogy egy, néha szíven találjuk, az, hogy mindig szíven találjuk saját magunkat, tehát olyasmiről írjunk, ami saját, ez elementárisan elengedhetetlen. Az, hogy egyes embert néha eltalálni, az, az egy nagyon klassz dolog, de hogy mitől működik valamit tömegesen, azt soha nem érti az ember. Valószínűleg mindig azok a témák működnek, ez így volt a felemel kapcsán, vagy az igazán kapcsán, voltak azért, hál' Istennek az életemben még sikerdalok, valóban ezzel azonosítanak leggyakrabban, vagy a helóval, Amikor valami univerzális dologról beszél az ember, itt is arról, hogy, 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 azért amúgy rendesek akartunk lenni. Ez nem mindig sikerült, de azért csak ez volt a cél. Vagy a felemelnél az, hogy a, a szülők elvesztéséről, az apaság élményéről, a fiúság, a gyermekség élményéről van szó. Ez mindenkibe közös. És sikerül olyan szavakat megtalálni, vagy olyan, olyan módon megfogalmazni, hogy ez ki is fejezze azt, amit, amiről beszélni akarsz, akkor, akkor nagyobb esély van erre találni a közönséghez. De igazából erre nincsen recept. Azt hiszem. Jó, ez jó magas nincs. kultúra? amit ti csináltok. Azzal kezdtük, ugye az utolsó öt percben fordultunk. Nem tudjuk, Ilyenkor, hogy milyen magas, hát, de, mert 186 centi, az már nagyon magas, de ha azt mondjuk rá, hogy hogy ezt már szabad a kultúra részének tekinteni, akkor talán nem megyünk nagyon messzire. Nagyon sok emberhez szólunk, tehát néha vannak ilyen kimut, én színházjáró ember vagyok, és néha azért az megdöbbentő, amikor az ember olvas egy statisztikát, hogy hányan járnak színházba. Nagyon sokan járnak egyébként színházba, de mondjuk egy nagyobb budapesti színháznak a, az éves látogatottságát el tudja érni egyikünk, másikunknak a produkciója. Ez nagyon fontos dolog. Most nem, a, nem csak arról van szó, hogy az kultúra, ami sok-sok ember ezzel talál, mert az maximum tömegkultúra lehet, de hát honnan származik a kultúra szavunk, a földművelésből? Ugye? A művelést jelent. Hát én azt hiszem, hogy a, 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 a földművelés, kultúra agri, hogy fölszántjuk a rögöt, hogy a belévetett mag megteremjen. Hát valami ilyesmit próbálunk mi is csinálni. Hát először is a saját kérges lelkünket kell felszántani, hogy belévetett mag megteremjen, és aztán meg kell próbálni ezt másokhoz is eljuttatni, és másokkal is ezt megtenni. A magyar popkultúra, vagy legalábbis a magyar popkultúrának az a része, te említetted a kifejezést, térünk vissza, elindult a klasszicizálódás útján? Hát el kellett indulnia, és egyébként a 60-as évekre már úgy tekintünk, meg a 70-es évekre is az sok szempontból. És ezek mondom annyira, annyira hozzá, ta, hozzánk tartoznak, ezek ezeki kiirtatatlanok, is. az, amit az elején mondtam a beszélgetésnek, hogy, a, hogy az elmúlt 70 év kultúrtörténete enélkül érthetetlen, az azt, azt szerintem abszolút mai napig áll. Hát Tehát a... tényleg té érthetetlen enélkül. csak Tamás hangján megismert Bereményi szövegek nélkül Éget. nem lehet értelmezni a 70-es éveket. Mondján. Nagyon örülök, hogy te mondtad ki egyébként a Cseh Tamás Bereményi párost mert hogy, hogy na, ott valóban a klasszicizálódásnak egy olyan szintjére értünk el, amit, amit azért nehéz nem magas kultúrának és költészetnek értelmezni, ugye? De az a maga idejében is költészet volt, no ha, ha én jól tudom, akkor sokkal kevesebb embert érdekel, érdekelt a maga korában, hiszen ez egy szűk, talán értelmiségének és mondható Rétegul. körnek a, a dalkincse volt, mi is kézről kézre adtuk a fehér babák lemezt gimnáziumba. Nem vagyok benne biztos, hogy mindent értettünk ott, amire Vereményi zseniás szövegei utalnak. Kicsit idegesít is, hogy még Cseh Tamás dalokról beszélnek, mm. mert ő személyesítette meg ezeket mm. a dalokat, de azért ennek a, a Tamás személyisége nagyon kellett ez, hashtag személyes is ismerhettem, mert talán mondhatom, hogy jó viszonyban voltunk, de azért itt mégis a, a berményi féle világlátás ütött át az össze, a, 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 Tamás személyiségével? Hát ami azonos volt szerintem az övével, tehát hogy én ezt nem gondolnám, hogy az nagyon más lett volna. Tehát akkor kézeinek kellett volna a saját dalait, tehát kellett egy ilyen médium hozzá, de ezek a szövegek szerintem, ezek, uh -huh. tehát ez az alap, ez a, ez a fundamentum ezekben a dalokban, az én olvasatomban vagy befogadóként uh -huh. beszélek most. De az biztos, hogy, hogy, hogy ők, ez, ez már a klasszicizálódás folyamatán túl van, tehát ez... Az a maga születése idejében sem volt szerintem kérdés, hogy ez kultúra vagy nem, és most már abszolút nem kérdés. És nagyon jó, hogy így van, így van mert ezt a, ezt az időszakot a, ezek nélkül a dalok nélkül te, talán meg lehet érteni, de itt sokkal mélyebben. Ha, térjünk vissza egy korábbi kérdéshez. Ugye a kultúra, értékmegőrzés, oktatás azért ez a, ez a hármas, az azért nagyon fontos. Abban talán egyetérthetünk, hogy, hogy a, a reményeset a más páros ö, oktatás, érett az alkotás szintjén. Mit emelnétek ti be a közoktatásba, abból a popkultúrából, vagy abból a. én inkább maradjunk egyszerűen csak a kultúránál, a magyar kultúrának abból a szegmenséből, amit ti csináltok. Mit emelnétek be a közoktatásba, Béla kezdjük veled. Hát nyilván az illés az egy megkerülhetetlen ilyen szempontból. A Brody, szerénye Brody, szerzőpáros, mondjuk a Brodynak különösen a szövegei a 60-as, 70-es években, 60-as évek, 70-es évek elejéig azért nagyon fontosak voltak, utána egy kicsit elkezdett persze virágnyelven énekelni, mert egy kicsit az órára koppintottak. Ezek, eh... ha belegondolunk, ezek több mint fél, fél évszázados szövegek. Igen, igen igen, 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 de nekem egyébként a, mondom, az undergroundnak, a 80-as évek Budapesti undergroundjának a, a dallai ugyanúgy hozzátartoznak, tehát azért az ismeretlen katona, az szerintem a maga idejében is ütött, még hogyha lehet egy kis, kis, nem tudom, te ismered. Igen. Én is ment. Szóval, hogy, hogy, azért ezek ütöttek, és ugyanúgy egyébként a Lovasi, vagy akár vagy később, ugye a 90-es évek, vagy a Lukács Laci ha már tankcsapdáról beszélünk, vagy a Kis Tibi akár, most az ákosan nem beszélve külön, de hogy, hogy, ezek azért mind hozzátartoztak a, a 90-es évekhez, mondjuk, vagy a nullás évekhez. Feru? Mindig az jut eszembe, amikor előkerülnek ezek a problémák, hogy mi úgy nőttünk fel, nem volt mögöttünk állami támogatás. A színházak mögött mindig volt. Tehát egy színház azt játszotta, amit akart. Mi pedig, mi pedig próbáltunk olyan dalokat írni, ami nekünk tetszik, és a közönség meg megeszi. És az és adnegrandva ez volt a, 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 a csodálatos, hogy olyanokat megengedtünk magunknak akkor, ami miatt oda járt hozzánk egy a, 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 a jó értelmiségi, ahova uh -huh. én is tartozom. Tehát, hogy, És akkor csodálkoztam, hogy ezek mit akarnak itt nálunk. Mit? Az, hogy valamit be kell bizonyítani a világnak, hogy te fontos részét képezed ennek a kultúrának, ami van. Én egy kicsit úgy büszke vagyok magunkra, hogy mi ez a hátszél nélkül is oda jutottunk, hogy már a popkultúra része, vagy a kultúra része lettünk. Én Sztevanai Dusán dalszövegét nagyon szeretem, ő -e valószínűleg nem lettem volna dalszövegíró, Hobónak a zseniás szövegeit nagyon nagyra tartom, és ott már eltelt annyi idő mindkettejüknél, mert én egyáltalán nem tartok igényt arra, hogy én kanonizált legyek, és az fiatalnak is érzem magam. De ezek az emberek már egy nagyon komoly életmű után vannak, mondhatom, noha, mondjuk Hobó még aktív, és remélem, hogy Dusán is ír még szöveget, Teh tehát mondjuk az 1980-as Loksi lemezre írt szövegei azok, azok a Magyar panteonba az én panteonomban biztos, hogy benne vannak. Tehát ott olyan szövegek, a, van egy mozi című szám, hogy jól emlékszem, hogy én már láttam, ez a, ez a visszatérő elem benne, biztos ismeritek, mm. én már láttam, nem várt gyereket, kinek nem jutott már szeretet a bort vigyorgó felnőttek közt tanulta, hogyan kell élni. Ha ez nem költészet, most egy popzenei keretrendszerben belül vagy kívül is, nem értelmezhető, ha nem tudom mi a költészet, akkor én arról keveset tudok, de engem nagyon eltaláltak ezek a szövegek, és ez ráadásul széles körben is ismert, tehát talán, talán nem ütközik nagy ellenállásba, hogy, a, hogy ezeket a ilyen minőségű dalszövegeket beemelhetőnek tartsuk, akár nem tudom, ha akarod, akkor a közoktatásba, vagy, ezek talán már kanonizálódtak is, de ha nem, akkor meg lehet őket ilyen hivatkozási pontként tekinteni. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük a beszélgetést. Önök pedig az ez itt a kérdést látták műsorunkat, újra megnézhetik a mediaklik.hu-n és a youtube és meghallgathatnak minket a Spotify-on is. Az ez itt a kérdés következő műsorában arról beszélgetünk majd, hogy milyen ideológiák tartják fogságban az amerikai egyetemi életet, tartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!